Október közepén beindult a fűtés Sátoraljóújhelyen is. Azonban, mint minden szezon elején, most is jelentkeztek műszaki problémák az épületekben, melynek megoldása viszont már nem egyedül a távhőszolgáltató feladata. Az épületen belüli rendszerrel való probléma, akár légtenítés, akár radiátorjukadás, az már vagy a fogyasztó, vagy az épületkezelőnek a feladata. A távhőszolgáltatónak feladatai csak az épület határáig vannak. És ugye ilyenkor induláskor hiába töltik fel a rendszert, vagy van föltöltve a rendszer, kerül bele levegő, és általában ez okozza a legtöbb gondot ilyenkor. A fűt, hol nem fűt, és ugye minden egyes problémával minket keresnek meg, holott nem a mi feladatunk lenne ezeket a problémákat minden esetben megoldani. Mindezeken kívül a szolgáltató helyzetét az sem könnyíti meg, hogy több mint 10 millió forintos kintlévőséggel rendelkezik. Folyamatosan mennek a felszólítások, a behajtások, sajnos egyre több, ami eredménytelen, sikertelen. Most a cégünk azon gondolkodik, hogy hogyan lehet valamilyen műszaki megoldással ezeket a fogyasztókat kizárni a szolgáltatásból. A tartozások ellenére viszont egyelőre nem várható áremelkedés. Elméletileg ugye a gázára és ugye a devizáknak az ára folyamatosan változik. Elméletileg mi drágábban vásároljuk a gázt, de ugye a kormány befogyasztotta a távfő árát március 31-jel, január 1-i áron, és az volt, hogy október 1-től lesz új távhőár, egyelőre még nincsen. Új távhőár nincs, de távhővezeték igen, melynek cseréjét még az ősz elején elvégezték. Távhővezeték csere történt itt a Dózsa 12 környékén, amelyeknek a kivitelezési munkái befejeződtek, műszaki átadás megkezdődött, de még nem zárult le, és vannak bizonyos épületekben is történtek rekonstrukciók, egyedi hőközpontok kerültek kialakításra. Ezeknek ugyan már elindítottuk ezeknek a hőközpontokat már elindítottuk, de ezeknek sem történt még meg a műszaki átadásnak a lezárása, és ezt követően adjuk át az épületek kezelőjének ezt üzemeltetése. A városban összesen 1095 lakossági és közületi távhővel ellátott fogyasztót tartanak számon.